Sok szeretettel köszöntünk mindenkit legújabb videónkban, ahol ellátogattunk egy Érd mellett található állatmenhelyre, hogy megnézzük, hogy egészen pontosan milyen körülmények között kell, hogy itt az állatokat tartsák, és hogy egészen pontosan milyen problémákkal állnak szemben azok, akik az állatvédelemnek tették fel az életüket. Karcsi, te már sokszor jártál ezen a telepen, neked mi a benyomásod, te mit tapasztaltál eddig? Hát nem csak a környék, de talán az ország egyik legnívósabb mentőhelye ez az Érdi, és leginkább a földrajzi elhelyezkedésének köszönhető, tehát nem elsősorban csak az Érd városának, hiszen őtőlük nyilvánvaló éves szinten kapnak egy bizonyos keretösszeget, amit fel tudnak használni, de ezen túlmenőleg nyilván az 1%-i az adományok. Hiszen egész jó felszerelt telep, így legalábbis kívülről. Igen, itt körülbelül 80-100 kutyát tudnak elhelyezni, de ugye nagy áruházláncok is támogatják őket a környékről, egy ilyen csere érték alapon. Tehát, hogy... És te mióta vagy kapcsolatban egyébként a teleppel? Most már egy olyan jó másfél-két éve. Másfél-két éve. És milyen problémákról számoltak be neked a menhelyet üzemeltetők? Hát a legnagyobb probléma gyakorlatilag a lakosságnak a felelőtlen hozzáállása az állattartáshoz. Hát ezen a legelső, ezt kell majd nekünk ugye törvényi szintre emelni, hogy a felelős állattartást, a gondoskodás magát már kiskorban a gyerekek elsajátítsák, hiszen egész egyszerűen ezt preventív módon meg lehetne előzni, hogy ilyen menhelyeknek kelljen kinőni gombamód a földből, de hát sajnos, amíg a felelőtlen állattartás jellemző, addig ez a probléma is fenn fog állni. Igen, így van, mert hogy még mindig ugye bevált gyakorlat, hogy a házaknál láncon tartják a kutyákat például, illetve hát beszéltünk a kutyákon kívül a macskákról, a macskák túlszaporulata pedig ugye ahhoz vezet, hogy az őshonos madaraink pedig rohamos mértékben fogynak, és nagyon nehéz, ez egyáltalán nem lehet szinte kordába tartani ezt a dolgot a macskákkal kapcsolatosan. És hát nyilvánvaló, akkor visszatérhetünk oda is, hogy hogyan tud működni egy ilyen méretű menhely itt az agglomeráción belül. Tehát ahogy mondtam, egy szerencsés földrajzi elhelyezkedése van, nem csak azért, mert a város meg a multi áruházláncok tudnák patronálni az 1%-on és az adományokon túl, hanem ugye az állatorvosi tanszék által is tudnak hozzájutni ivartalanítási lehetőségekhez. Még egy az ország más szegmensében lakó vagy létesült menhely nem tud hozzáférni a távolság miatt, úgyhogy itt ivartalanítási szempontból is tudnak előrébb lépni. És ha már itt tartunk, ugye egy nagy probléma az, hogy az országban az ivartalanítások nincsenek megvalósítva, nincsenek lajstromba véve a kutyák, nem lehet tudni, hogy egy-egy településen hány kutya él, hogyan milyen szaporulattal bírnak éves szinten, és ez ugye rányomja mindegyfajta bélyegét az állatvédelemre és magára az ilyen jellegű menhelyekre, hogy egyszerűen túlcsordulnak, nem tudják hova tenni a kutyákat, és most itt jön a gazdasági kérdés, hogyan fogják fenntartani magukat 2022 decemberébe például. Igen, mivel ugye a megemelkedett energiaárak, a megemelkedett élelmiszerárak, és itt ugyanúgy a takarmányárak, a tápárak, azok szintén csillogos eget súrolják, tehát biztos, hogy óriási problémá lé fogják állítani ezeket a menhelyeket. Én azt gondolom, hogy a törvényi környezetet kéne úgy kialakítani, hogy elrettentsük attól a legtöbb felelőtlen állattartót, hogy egy ilyen telepen kössön ki az ő általa nevelt vagy tartott jószág. És hát talán igaz lehet az a szlogen, hogy ne vegyél, hanem vigyél, pontosan egy ilyen telepről akár magadnak kutyát. Így végezetül pedig két dologról kéne beszélgetnünk, hogy mit próbál tenni a kormány annak érdekében, hogy enyhítse a rezsi árakkal kapcsolatos gazdasági kiadásait egy-egy ilyen menhelynek is. Ugye az egyik az, hogy 2021. decemberében 2,1 milliárdot próbált elkülöníteni állatvédelemre. Ez a nívósabb menhely nem jutott hozzá. Tehát ez 0 forintot kapott akkor effektív. Igen. És ugye a legújabb narratíva pedig az, hogy 2024-re egy állatvédelmi alapítványt akarnak létrehozni, ami majd ugye az önkormányzati választások körül fog majd persze, természetesen debütálni. Én azt gondolom, hogy elsősként a most következő nehéz helyzet az azt fogja megkövetelni, hogy a lakosságot kell védeni
mindenféleképpen, de hozzátartozik a lakosságvédelmihez az is, hogyha az intézményeket, a közületeket, vagy akár az ilyen menhelyeket védenénk, hiszen ők is olyan munkát végeznek, amiért sok köszönömöt, sok jó szót nem kapnak. Mégis úgy gondolom, hogy egy 21. századi társadalomnak elengedhetetlen feladata az, hogy az állatokról is gondoskodjon, és hát talán a rezsivédelmet legalább az ő vonatkozásukban fent lehetett volna tartani. Mi megpróbáljuk azért majd a parlament falain belül is a törvényhozásban megjeleníteni azt, hogy az állatvédelem egy kicsikét nagyobb hangsúlyt és szerepet kapjon a jövőbe.